Köszöntöm Önöket, Lazabori vagyok. Volt mit fotózni tegnap a Kárpát-medence keleti, észak-keleti területein, hiszen itt alakultak ki záporok, zivatarok. Lukács Géza is épp egy ilyet kapott lencse végre. Gyergyó Szárhegyről küldte csodás fotóját. Köszönjük szépen. További érdekes időjárással kapcsolatos képeiket várjuk Önöktől is a megszokott címre, meteorfotókukac.mtva.hu. Nos, a mai napon is lesz mit fotózni, főként ismét az észak-keleti-keleti tájakon, hiszen ott fordulnak elő újabb záporok, zivatarok. A Kárpát-medence legnagyobb részén inkább a napsütésé lesz a főszerep, úgy, ahogy a következő egy-két napban, szerdán azonban már több felé valószínű csapadék. Ma délutáni órákban tehát a gomoly felhők mellett több órára előbújik a nap, és ahogy említettem, inkább a keleti, észak-keleti tájakon számíthatunk záporokra, zivatarokra, elvétve délnyugaton is előfordulhatnak. A hőmérséklet néhány fokot visszaesett az előző napokhoz képest, általában 15 és 22 fok között lesznek a csúcsértékek, a nyugati délnyugati tájakon lesz egy kicsit melegebb, illetve észak-keleten átmenetileg megélénkülhet az északi szél, de olyan viharos széllökésekre, mint amilyeneket tegnap tapasztalhattunk, nem kell számítanunk. A következő napokban pedig fokozatosan melegszik az idő, hiszen délnyugatias lesz az áramlás, ezzel együtt 25-26 fokot is mérhetünk már helyenként. Sok napsütésben bízhatunk, hétfőn és kedden elszórtan lehetnek záporok, egy-egy zivatar, szerdán azonban már több felé számíthatunk erre, a hajnalok pedig láthatjuk, hogy enyhék lesznek, hétfőn a fagyzugos tájakon még előfordulhat gyenge fagy. Kedves nézőink, most köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!